Földvári né Simon Ilonával, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatójával arról beszélgettünk, hogy milyen újabb intézkedések bevezetésével védik a tanulók, valamint a pedagógusok egészségét a koronavírus járvány második hullámában. A Karcagi Református Egyházközség úgynevezett terminátorokat vásárolt volt az általa fenntartott intézményekbe. A készülékek a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumba és a Szent Anna-i Sámuel Református Gimnázium technikumba kerültek elhelyezésre. A Karcagi Református Egyházközség, mint a iskolának a fenntartója, terminátorokat vásárolt az általa fenntartott intézmények számára, tehát a Református Gimnázium, a Református Technikum és a Református Általános Iskola. Így mi is kaptunk 3 terminátort, mert 3 mérőpontot alakítottunk ki, és beüzemeltük ezt a terminátort, ezeket a terminátorokat, és működtetjük haszonnal. A gyerekek is megszokták, megkedvelték, és tulajdonképpen ezzel el lehet kerülni a sorbanállást is többek között. Mint megtudtuk, ezek a gépek nagyjából 30 cm-es távolságból mérik a testhőmérsékletet. Az felismerő rendszer is megtalálható bennük. Beléptető rendszerként is tudnak üzemelni egy memóriakártya segítségével, valamint a gép hanggal jelzi az észrevételeit. Körülbelül 30 cm-es távolságra kell állni. Köszönti az oda álló diákot vagy pedagógust, és akkor elmondja, hogy a testhőmérséklet rendben van, ezt mutatja is zöld lámpával. Erre még nem volt példa, de ha a testhőmérséklet nincs rendben, akkor pirossal jelzi, és egy hangot is kiad. Illetve azt is mondja, hogy maszk érzékelhető, vagy a maszk nem érzékelhető, tehát nincsen. Arc felismerő és testhőmérsékletet mér, valamint beléptető terminátor. Tehát így jelen pillanatban 3 funkciója van. Van hozzá egy kis kártya, egy memóriakártya. A memóriakártya nincsen benne elhelyezve. Ha a kártya benne lenne, akkor azzal a funkcióval bővülne, hogy rögzíti az arcot, illetve az időpontot, amikor a gyerekek vagy a pedagógusok belépnek. Tehát egy beléptető rendszer is egyben, de ezt mi nem használjuk. Az igazgató elmondta, hogy a továbbiakban az őszi szünet ideje alatt a technikai személyzeté lesz a főszerep, hiszen az óvintézkedések szigorú betartása mellett megkezdődnek a fertőtlenítő nagytakarítások.